Mi az értéke az embernek? Mennyit ér a piacon és mennyit ér a szeretteinek? Mennyit ér magának? Beszéljünk ma arról, hogy mit kell megtegyél, és mi az, amit megtehetsz magadért. A nyugodt lelkiismeret abból fakad, ha nem hazudsz magadnak. Ha megérted azt, hogy mit csinálsz és ki vagy, akkor teljes életet élhetsz. Ha pedig hazudsz magadnak, akkor egy-egy magányos, lenyugodt percekben minden farshang vissza fog köszönni. Sikeres életet élhetsz hazugságok által, de a valós képességei felmutatásával is. Tehát járhatsz egyenes úton, de bármivel be is csaphatod magadat. De ez az egész csak a felszín. Az igazság és az, amit mutatsz magadból, állandó harcot fognak odabent vívni. Titkolhatod, vagy akár észre sem veszed, de minden harcnak vannak áldozatai. Ennek a harcnak a vesztese csak te lehetsz. Ezt nevezzük lelkiismeret furdalásnak, és ha nem veszed észre, hogy honnan ered, akkor meg fog jelenni a felszínen, sérteni fogja az egészségedet, az egészséges gondolkodásodat, viselkedési zavarokhoz fog vezetni. Megmutatom az utat, hogy mennyit érsz, és azt is megmutatom, ha bármennyi értéked van, hogyan érjél többet. Addig, amíg nem találkozunk személyesen, addig is adok néhány feladatot, amivel megtanulhatod, hogy hogyan lásd magad kívülről úgy, ahogy a környezeted lát téged. Vedd videóra magadat, például azt, hogy hogyan eszel, hogyan futsz, hogyan sétálsz, hogyan beszélgetsz másokkal személyesen vagy telefonon. Amikor visszanézed ezeket a videókat, akkor láthatod az evésből például azt, hogy sokat vagy keveset eszel. Megfigyelheted azt például, hogy mikor kellett volna abba hagynod. A mozgásodból megnézheted azt, hogy merebb vagy, vagy gördülékeny a mozgásod. Egyáltalán hogyan mész és hogyan kerülöd ki az akadályokat, hogyan pozícionálod magadat a térben. A beszélgetésből megláthatod, hogy milyen a viszonyod. Visszanézheted azt, hogy kellemesen beszélgetsz társalogsz mással, jogosan mondtad azt, amit mondasz, vagy sem. Egyáltalán kívülről láthatod pont azokat a tényezőket, amelyeket mások is látnak, ami alapján téged megítélnek. Egyáltalán nem kell érts az elemzéshez, csak legyen egy külső képed magadról, hogy te egyáltalán megvennéd-e magadat. Hogy te egy olyan termék vagy, amelyik kívánatos-e mások számára. Figyeld meg többször ezeket a videókat, tehát ne csak egyszer nézd meg, hanem sokszor nézd meg, pörgesd vissza egy-egy részen, gondolkozzál el, és csak hagyjad, hogy hasson rád a videó az a személy, aki te vagy, de nem magadat nézed, hanem egy harmadik személynek képzeld ezt el. Tehát, ahogy visszanézed és látod, hogy ő hogyan viselkedik, vedd észre azt, ha valami kirívó történik. Na, ez a kirívó esemény lesz az a kirívó viselkedés, ami feltűnő számodra is, az a terület lesz az, ahol fejlődnöd kell. Nézzük, mit csinálj akkor, amikor a videóban már észrevetted, hogy min kell változtatni. Hogyan gyakorold az életben, éles helyzetekben azt, hogy változhass. Ha észreveszel valamit, ami kellemetlen a környezetednek, vagy te magad kellemetlenül érzed magad benne ebben a szituációban, akkor azonnal állj meg, taposd a fékre, és ne menj tovább. Nyugodj le, vegyél mély lélegzeteket, ne legyél feltűnő, csak egyszerűen állj ki a sorból, és ne folytasd azt, amit csinálsz. Kapjál levegőt, kapjál egy kis időt ahhoz, hogy újra értelmezd azt, amit csinálsz, és előről elindulhass. Ez lesz a te esélyed arra, hogy változtass. Tehát ha lenyugodtál, akkor fokozatosan indulj el. Folytasd a beszélgetést, folytasd az evést, a futást, a járást. Most már teljesen másképpen fogod látni azt, hogy mit kell csinálni. Már van esélyed meglátni, hogy mit kell csinálni, tehát most már reálisan tudsz változni. Majd újra vedd elő a videókat, vagy újra vedd föl azt, amit csinálsz, és megint nézd meg, hogy tudtál valóban változni, és szűrd ki azokat a részeket, amelyekben igen, és tovább tudsz haladni, és szűrd ki azokat, amelyekben semmit nem változtál. És majd megint az éles helyzetben, az életben legyen kontrollod arra, hogy valóban másképp csinálod, tehát meg tudsz állni akkor, amikor már észreveszed, hogy rosszul csinálod,
és újra tudod-e kezdeni. Legalább annyit érj magadnak, hogy minden nap törekedj az életedre, tudd, hogy ki vagy. Ne hazudj magadnak, és tudd, hogy milyen értékekkel rendelkezel.